A minta és az ötlet Magyarországról származik, de már Magyar Kanizsán is működik egy adománybolt. Egy magyarországi egyesülettel, egy zentai egyesület közösen pályázott a Magyarországi Nemzeti Együttműködési Alapnál, és ebből a pályázatból, ez egy határon átnyúló projekt, és ebből a pályázatból tudjuk 5 hónapig működtetni a charity boltot, tehát a rezsiköltségét is, az alkalmazottnak a fizetését is, és minden, ami ehhez tartozik, berendezést be tudtunk szerezni. És az lenne a célunk, ahogy Magyar Kanizsán is működik, önállóan, hogy itt is önállóan, tehát mindazt, amire szüksége van a működéshez, azt elő tudjuk teremteni belőle, illetve egy kicsit merész ötlet az, hogy akár még jótékonykodni és adományokat is tudjunk készíteni. A bolt működéséről Bicskei Kis Verona mesélt. Amikor bejönnek és behozzák, amit adományozni szeretnének, azt én átnézem, mert ugyanis a piszkos szakadt foltos ruhákat nem veszik át, azt más se tudná hordani, tehát csak olyan ruha vagy technikai eszköz, ami működik, tehát működőképes, és más tudná alkalmazni. Tehát amikor bejön a vásárló, hanem aki szeretne valamit hazavinni, ezekből a dolgokból körülnéz, megvizsgálja, és felajánl egy összeget, adománypersejbe beleteszi a pénzt, és elviheti. A zentai adománybolt hétfőtől szombatig 9 és 13 óra között várja azokat, akik adományozni és vásárolni szeretnének a Boskó-Jugovics utca 19-es szám alatt.